Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható április hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Itt lesz közeledés, ami a párkapcsolatot illeti. Kialakul egy stabil párkapcsolat. Mire ő nyilatkozik, az eltarthat ugyan május hónapig, de nagyon jól alakulnak a dolgok, lesz közeledés és bizalom. Terveztek egy külföldi utazást, lesznek itt külföldi kapcsolatok, ez lehet internet kapcsolat is. Április 1-én új hold lesz, az azt jelenti, húzódj vissza. Gondolkodj el azon, ki hogyan befolyásolja az életedet. Április 16-án teli hold van, és ez megvilágít valamit. Itt gyógyászatról van szó, egészségügyi témákról. Azon kívül itt ebben az időben rendezhetsz valamit magad körül. Április 30-án újra új hold lesz, tehát húzódj vissza, meditálj valami felett, hogy tudnád elérni azt, hogy előre menjenek, folyamodjanak az események. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó jelentheti a te életerődet, de a férfiakat is, tehát a te lelki társadat. Szaturnusz bolygó jelenthet itt korlátozásokat, de gyakran segít abban, hogy kialakuljon valami. Április 12-én Jupiter és Neptun bolygó hat együtt. Jupiter szerencsét hoz, és Neptun mutatja az álmaidat, az elképzeléseidet. Ha megvan a hited, akkor ez az álom megvalósul. Jupiter bolygó hatása alatt gyakran vannak bírósági ügyek. Ebben az esetben Neptun bolygó rossz hatással van, hiszen jelentheti azt, hogy valaki becsap téged, vagy minden olyan átláthatatlan. Április 18-án Merkur bolygó és Uránusz bolygó hat együtt. Itt beszélgetésekről, változásokról lesz szó. Április 27-én Vénusz bolygó és Neptun bolygó együtt hat. Ez jelentheti az álmokat, ami a szerelmet illeti, vagy egy kreatív tevékenységet, és Neptun bolygó segít abban, hogy az intuíciót, az inspirációt kihasson erre a tevékenységre. Április 30-án Jupiter bolygó és Vénusz bolygó együtt hat. Ez jelenthet szerencsét a szerelmi élet területén. Vénusz bolygó szimbolizál minket, hölgyeket, és Jupiter bolygó hajlamos arra, hogy eltúlozzon valamit, tehát itt maradjunk inkább a háttérben. Ezen a napon, tehát április 30-án lesz egy nap Finsternis. Finsterniseknél mindig kármikus témákról van szó. Plutó bolygó ezen a napon megáll egy pillanatra, utána visszafele halad, utal a múltra, szintén kármikus témákra, itt lesznek emlékek, és Plutó bolygó hatása alatt le fogunk zárni valamit. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit üzennek a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy egy ilyen havi jóslás megrendelhető nálam. Ugyanúgy építem ki, ahogy itt most mutatni fogom, a díjam 3500 forint. És most bepillantunk a kártyák világába. A sarokkártyáknak mindig van egy fontos jelentősége.
különösen az első kártyának, hiszen utal a havi témára. Itt megjelenik ez a sarló, és elvág valamit. Ezek lehetnek kapcsolatok, ami most befejeződik nálad vagy nála, vagy bizonyos emlékek, amit most te lezársz. Amit ez a sarló még jelenthet, hogy olyan hirtelen történik valami az életedben, amire nem számítottál. De szerencsét hoz neked, hiszen a sarló és közted megjelenik a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz, és utal április hónapra. Tehát ebben a hónapban lesz ez a szerencse. Ez lehet ez a gyermek, vagy ez a kisfiú jelenthet egy új kezdetet, vagy az ártatlanságot, olyan fiatalos kisugárzást, és ha te egy hölgy vagy, itt jelensz meg a képen, előtted van ez a park, ez jelentheti a természetet, de a nyilvánosságot is, hogy mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. A fejed fölött nincs kártya, pedig az jelenteni a terveket, a gondolatokat, és ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy te nem engeded azt meg, hogy mások bepillantsanak a te gondolataidba. Nem beszélsz a terveidről. És ez a hallgatás szerencsét hoz neked, hiszen itt van előtted a 4 levelű lóhere. A kasza alatt megjelenik ez a kereszt. Ez jelenthet vallási témákat, egy spirituális területet, de azt is, hogy megvan köztetek egy ilyen sors kapcsolat, egy ilyen kármikus kapcsolat, hiszen ez a kereszt jelenti azt, hogy a sors utatok kereszteződött. Ha te egy férfi vagy, akkor itt vagy látható a képen, a nőknél pedig utal a lelki társra. Kettőtök között megvan a kapcsolat, hiszen itt vagy te, megjelenik itt a horgony, mert ez a férfi úgy érzi, hogy nálad most le tud horgonyozni, és itt alatta látható a mozgás, egy vonalban álltok, tehát kettőtök között lesz itt mozgás, változnak a dolgok. Az ő feje fölött itt látható a torony és a 4 levelű lóhere, ez mutatja az ő gondolatait. De nem csak erre gondol, hanem rád is, egy új kezdetre, vagy gyermekekre, beszélgetésekre, hiszen a madarak jelzik a kommunikációt, és megjelenik itt a horgony, egyrészt utal egy stabil párkapcsolatra, de jelentheti a munkát, a hivatást is, hiszen ez a kártya ezt is szimbolizálja a Le Nomade kártyáknál. A feje fölött itt ez a torony jelentheti az ő érzelmeit, a félelmeket, a bizonytalanságokat, amikor úgy fogva érzi magát ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keres egy kiutat. Keresi a változásokat. Az is lehet, hogy fogva érzi magát a munkahelyén, hiszen ez a kártya utalhat az ő munkájára is, és nem érzi ott jól magát. Itt döntésekről lesz szó, beszélgetésekről, és szeretne valamit változtatni a munkahelyén. A lehetőségek ott vannak, hiszen a torony felett megjelenik a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz, és ez a kisfiú utalhat egy új kezdetre. Ezek változások a munkát illetően. Amit ez a torony még jelenthet, az ő külsejét, egy magas, vékony férfi, vagy jelenthet egy nagyvárost, amit a torony még jelent, azok a hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy,
és ez is foglalkoztatja őt a gondolataiban. De itt lesz szerencse, komoly beszélgetések és döntések, hiszen ez a kereszt erre is utalhat. Mert azt is jelentheti, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre vagy hátra, balra vagy jobbra. Ez a férfi a szívet és ezt a virágcsokrot nézi. Tehát itt a szerelemről van szó kettőtök között. De te a háttérben jelensz meg. Mire ő itt szerelemről beszél, nyíltan az érzelmeiről, az eltarthat május hónapig, hiszen ez a virágcsokor, az jelenti a május hónapot. Akkor fordul a helyzet. Amit a virágcsokor még jelent, egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, egy meghívás, és itt a szerelemről van szó, hiszen itt megjelenik ez a szív, és májustól számíthatsz arra, hogy még jobban lesz ez a helyzet, vagy ő megajándékoz téged valamivel. A férfi háta mögött itt vannak az utak, ami a döntéseket jelenti, de ő elfordul ettől. Ez tulajdonképpen aktuális, hiszen itt van mellette, de ő inkább elhalassza ezeket a döntéseket május hónapig vagy júniusig, hiszen itt megjelenik a nyár. Most elfordul ettől a helyzettől, nem akar jelenleg döntéseket hozni, holott a gondolataiban ez foglalkoztatja őt, hogy legyen egy munkahelyi változás, kettőtök között javuljon a helyzet, legyen egy szép, tartós párkapcsolat, de májusban meg lesz itt a meglepetés. Április végén itt kitisztul valami, előre mennek a dolgok. Nem csak ami a szerelmet illeti, a munkát illeti, hanem az anyagiakat illetően is. Tehát itt pénz jön a házhoz, itt javul az anyagi helyzet, rendeződik valami, erre utal ez a fa. Amit ez a fa még jelent, egy bizonyos hely, ahol mindketten úgy érzitek, igen, ide akartam érkezni, itt le tudok gyökerezni. Nem csak a fa jelenti ezt, hanem a horgony is. Lehorgonyozni, legyökerezni. És ezek lesznek itt a változások, a döntések, és itt látható a nyilvánosság, az elismerés, úgyhogy mindenki tudhat ezekről a dolgokról, hiszen ez mind megjelenik a nyilvánosságon. A következő sarokkártyán látható ez a levél. Ez lehet egy hír, vagy egy szerződés. A levél mellett ott van ez a könyv, ez utalhat tudásra, továbbképzésre. A gólyák jelentik itt a változásokat. Mivel a gólyák felett ott van ez a ház, ez lehet költözködés, vagy nálad, vagy a családban, hiszen ez a ház nem csak a te otthonodra utal, hanem a szülői házra, a rokonokra, a szomszédokra, tehát a környezetedre, és itt változik valami. Itt kinyílik egy ajtó, ez a kulcs ide tartozik ehhez a házhoz. Ez a kulcs jelenti a te magabiztonságodat is. Tehát meg lesz ez a fellépésed, és a környezetet másképp tekint rád. Itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz, különösen ami az otthonodat, a családot illeti. A csillagkép jelenteti az asztrológiát, a kártyavetést, a spirituális dolgokat, és itt van a tudás, a tehetség, ezt jelzi ez a könyv. És ez a kígyó jelentheti a gyógyító erőt. Megvan ez a bölcsesség, megvan
ez a tudás. Gyakran ez a kígyó jelent egy hölgyet, de akkor légy óvatos, hiszen a hölgy mellett látható a ravasz róka, tehát vannak itt azért hamisságok vagy irigy emberek a környezetedben. A következő sarokkártyán látható ez a gyűrű. Ez lehet egy eljegyzés, vagy egy házasság, vagy azt is jelezheti, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád a múltból. De ha én megtekintem a múltat, akkor voltak nehézségek, erre utal ez a hegy, jelzi a problémákat. Vagy itt mögötted ez az ostor azt jelenti, hogy valaki megbántott téged a múltban. Ez lehetett körülbelül úgy fél évvel ezelőtt, hiszen ez a felhő fél évet jelent, és ez a hegy a téli hónapokat. Tehát ez alatt az idő alatt volt valami, történt valami nálad, ami könnyekhez, csalódásokhoz vezetett. Az lehet, hogy ettől a hamis nőtől volt ez. De szerencsére megjelennek itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítanak bizonyos kártyákat. Ezeket az emlékeket, ezeket a fájdalmas emlékeket, az egerek eltávolítják a felhőt, ami olyan átláthatatlannak tűnt a múltban, a téli hónapokban. Ez a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is. Itt van a hamisság, valaki be akar csapni téged, vagy becsapott téged a múltban. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy eddig nem volt mozgás, minden olyan nyugis volt, de az egerek ezt most eltávolítják, így lesznek változások. Itt ez a hajó szintén erre utal, hogy előre mennek az események. Azon kívül ez a hajó jelenti a reményt és a külföldi kapcsolatokat is. Amit a koporsó még jelenthet, valami régi dolog, ami visszatér hozzád. Vagy lezár bizonyos dolgokat. Lezárja ezt a felhőt, lezárja a hegyet, a problémákat, lezárja a rókát, a hamis kapcsolatokat. Ezáltal április végéig változik valami, hiszen itt megvan a magabiztonságod, ez a fellépésed, itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, itt vannak a változások, ami szerencsét hoz. Vagy jelenthet egy spirituális területet, és ez a ház azt is jelezheti, hogy otthonról dolgozol, ez lehet egy magánvállalkozás is, és itt vannak a szerződések, hiszen ezt jelenti a gyűrű, a hold arra utal, hogy te ezt megkapod, itt a szerencse, és itt újra a szerződésekről van szó. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt látható. Valamit lezársz, lesz egy új kezdet, ez szerencsét hoz. Te állsz itt a középpontban, megkapod az elismerést. Lesz egy meglepetés, amire nem számítottál, ez is szerencsét hoz neked. Ha megtekintem a múltad, ami fél évvel ezelőtt volt, vagy a tél folyamán, itt voltak problémák, fájdalmas emlékek, vagy valaki megbántott téged. És ez a helyzet visszatér újra hozzád, de másképpen, hiszen te ezt most mind lezárod, ezeket a helyzeteket, vagy kapcsolatokat, és javulni fog a helyzet, hiszen te veszed kezedbe a dolgokat, te veszed kezedbe ezt a kulcsot, és változtatsz itt valamit a környezetedben. Tehát javul a helyzet, mert tisztázódik valami. Második hét, április hónapban itt látható. Lesznek sorsdöntő döntések, kapcsolatok, változások, lesz egy új irány. Ez a férfi ezt tervezi veled kapcsolatban is,
a munkát illetően is. Ti egy vonalban vagytok itt, és ez a horgony azt jelenti, itt kialakul egy stabil párkapcsolat. Amit ő foglalkoztat, ez a torony, ez lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, itt lesznek fontos beszélgetések és fontos döntések. Ami őt illeti, ő ezt kicsit elhalassza május-június hónapig. Amit az egerek itt eltávolítanak, ezek a fájdalmas emlékek, a problémák, nehézségek, és itt van a remény, hogy kisüt a nap, jóra fordul minden, és ez az otthont illetően, a családot illetően, a szerelmet illetően, és a munkát illetően is, hiszen itt van ez a horgony, ami utal a munkára, a hivatásra, ezek lehetnek külföldi kapcsolatok, és az, ami eddig olyan nyugodt volt, és nem történt semmi, azt az egerek most eltávolítják, és itt te megkapod a szerződéseket. Valami változik a családban, ez a hold utalhat anyai érzelmekre is, és itt a gólyák jelenthetik egy kisbabának a születését is, vagy nálad, vagy a környezetedben, a családban. De jelentheti az anyukádat is ez a kártya. Harmadik hét, április hónapban, itt látható. Ő áll itt a középpontban. Gondol rád, hiszen megjelensz a gondolataiban. Május hónapban lesz egy kellemes meglepetés, mert megajándékoz téged. Neki fontos döntéseket kell hozni, nem csak a szerelmet illetően, hanem a munkát illetően is, de ő ezt elhalassza május vagy június hónapig. Itt lesznek lehetőségek, hiszen itt vannak a változások, itt kinyílik ez az ajtó, és ez szerencsét hoz, erre utalnak a csillagok. De a háttérben van egy hamis nő, aki figyel benneteket, kíváncsi, tudni akar mindent, légy zárkózott. Utolsó hét, április hónapban itt látható. Előre mennek az események. Ez a kártya mindazt jelenti, ami mozog. Ez lehet sport vagy autó is. Itt a halak jelentik az anyagiakat. Itt lesz mozgás, tisztázódik, rendeződik valami. Itt megvan a stabil anyagi helyzet, ami erőt ad mindkettőtök számára. Itt a háttérben újra megjelenik ez a kígyó, ez lehet egy barátnő, de egy hamis barátnő, hiszen itt van ez a ravasz róka. De te erre rájössz, hiszen az egerek el fogják távolítani a rókát, és itt változik valami. Szerintem itt arról van szó, hogy zárkózott leszel, megőrzöd a saját titkaidat, és ezek a megújulások, a változások. Amit ez a kép még jelenthet, egy gyógyító erő, ez a tudás, a tehetség, a bölcsesség, itt is kinyílik egy ajtó számodra, itt vannak a változások, a csillagképek szerencsét hoznak, vagy utalnak egy spirituális területre, és itt van nálad a tudás, vagy egy továbbképzés, és láthatóak a szerződések. De ez a nő figyelgeti ezt, és tehát irigy rád, nem akarja azt, hogy sikered legyen ezen a téren. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!